És most irány Miami. Nézzék csak, ez a szőke hölgy itt, Carmen Electra, aki egy magyar DJ csapat bulián táncolt úgy 2 héttel ezelőtt. A 4 fiúból álló Elite Commando már komoly sikereket ért el külföldön, és a saját kis házi videójukat elnézve az időjárással biztosan nem volt annyi problémájuk, mint idehaza mi nekünk. A világ egyik legmenőbb tengerpartja, egy vérbeli forró house party, és Carmen Electra, aki éppen 4 magyar DJ zenéjére bulizik. Alacsony. Alacsony, de nagyon szép dekoratív nő egyébként. Szemüvegben volt, nem sok minden látható. Annak ellenére, hogy most már ugye tudjuk, hogy picit idősebb, de még szerintem most is nagyon jól néz ki. Tartja magát. Mindjárt kiderül, hogy is került a csizma az asztalra, azaz a magyar fiúk Miami-ba, ahol még az egykori D-vagy sztárt is elkápráztatták zenéjükkel. A Night Force nevű formáció egy DJ csapat. Nicola, Andrew, Roberto és Davis. A fiúk pár hónappal ezelőtt úgy döntöttek, hogy összeállnak és együtt szórakoztatják az igényes house zenére szomjazó közönséget. Maga a Night Force az nem azt jelenti, tehát nem úgy van, mint a Backstreet Boys mondjuk, hogy egy ilyen fiú zenekar, és akkor énekelők táncolunk, hanem Night Force az végül is a úgymond ilyen gyűjtő nevünk. Tehát mi vagyunk a Night Force-os DJ-k. És mindenkinek egyébként megvan a külön stílus, és így nagyon kiegészítjük egymást. Saját bulikat szerveznek, ahol egyszerre állnak a keverőpult mögött, és egymást váltogatva mozgatják meg a több ezer parti arcot. A 4 DJ mellett pedig feltűnik egy ismerős arc is, ő Timo, aki mostanában rádiós műsorvezetőként dolgozik. Közben a Night Force csapatát úgynevezett MC-ként erősíti. Próbálom emelni az est fényét azzal, hogy tényleg hangulatot teremtek, ami azt jelenti, hogy 2-3 számonként bele beszélek egy kicsit a mikrofonba, megkérdezem, hogy mit vagytok elég, stb. Úgyhogy nagyjából ilyen kis ceremónia mester szerűség az, amit én csinálok ebben. Egyébként eredeti foglalkozásukat tekintve van közöttük művelődés szervező, angoltanár, étterem tulajdonos és közgazdász tanuló is. DJ-ként pedig nem csak mások számait keverik egymás után, hanem, ahogy ebben a stílusban hívják, producerként is működnek, azaz saját zenét írnak. Ahhoz, hogy produkciókat kell letennem az asztal remixeket, saját zenéket, ahhoz, hogy megismerjék a nevet, és ezáltal fognak hívni. Most már külföldre nem a DJ-ket hívják, nem azért hívnak el valakit, mert mondjuk annyira jó DJ, hanem mert olyan zenéket csinál, amiket ismernek az adott országban is. Így aztán a fiúk nem csupán itthon és Európában ismertek. Nicola például az egyik legmenőbb New York-i klubban, a Pacha nevű megaszórakozó helyen 6000 embernek pörgethette a lemezeket. Úgy volt, hogy 5-ig zené legbenebb jelenszi után, de végül is 6-ig tartott a buli, mert ráhúztak egy órát, jött az üzletvezető, és megkért, hogy még egy órát húzunk rá, és teli volt, tehát nagyon sikerült. Ez pedig már a féktelen bulizás fellegvára, Miami. Itt tartották idén is az úgynevezett Winter Music Conference nevű rendezvényt, egy több száz helyszínen zajló többnapos house bulit, ahol a DJ világ krémje mutatkozhatott be, köztük a magyar Night Force. Volt jó pár olyan fellépő, akikkel már hazai rendezvényeken találkoztunk. Természetesen ők tudják, hogy mi magyarok vagyunk, meg hát a többieknek pedig megmutattuk, hogy mi vagyunk a magyarok. A magyar fiúk saját bulit tartottak egy luxus szálloda medencéjénél. És az amerikai közönség szemmel láthatóan imádta a magyar DJ-k zenéjét. És ide érkezett meg Carmen Electra. A fiúk azt mesélik, a világ egyik legismertebb celebje, a barátaival és persze szekrény méretű testőrök társaságában bulizott. Amint közel kerültünk hozzá egy kicsit, egyből 6 testőr jött oda. Volt egy ilyen lounge rész, egy külön rész, ahol a Carmen Electráik voltak, plusz a testőrei meg a barátai, és végülis nekünk oda szabad bejárásunk volt, és még így is meg kellett várni, azt meg ki kellett várni úgymond a sorunkat, hogy egy fénykép erejéig, vagy egy 2-3 szó erejéig találkoztassunk oda. A fiúk nem bízták el magukat, de nagy terveik vannak. Ha így folytatják, biztosan hallunk még róluk.